A mostani pénzügyi válság jó alkalom arra, hogy a befektető figyelmét felhívja hazánk lemaradására a térség többi országához képest, jelentette ki Csaba László közgazdász az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Barankovics Alapítvány rendezvényén. A szakember felhívta a figyelmet arra is, a visszaesést egyértelműen az elmúlt évek politikai vezetői okozták. A magyar gazdaság az elmúlt 3 évben egy apályba került, egyfajta bénultság állapotában, és miután ez kiderült, legkésőbb a valuta alappal kötött megállapodást, megelőző fejetlenségből és az ezt követő kapkodásból, hát ezt most figyelik, és ez a bizalmatlanság, ez megjelent a nemzetközi piacokon is.